Farkas Éva Erzsébet polgármester a 2018-as év első fogadóóráján várta szerdán a polgárokat. Számos makói és térségi lakos ellátogatott az alkalomra, hogy a város segítségét kérje. Botos Károlyné Ózdról költözött Makóra 5 éve. Most harmadik alkalommal kért szociális segélyt a polgármestertől, hogy meg tudja látogatni 7 gyermekét, 38 unokáját és 15 dédunokáját a Borsod-Abói Zemplén megyei településen. Ez nagyon jó érzés, amikor ezt nem lehet elmondani így. Mert hogy nagyon, nem is csak szavakkal ezt a tönteni, az gyerekeket meg az unokákat mellátom. Azért egy évente kétszer szoktam menni hozzájuk is. Ez így egy nagy érzés egy mamának meg egy anyának, hogy láthassa a gyerekeit. A polgármester 20 000 forint rendkívüli települési támogatásban részesítette a nagymamát. A bérpalota ügyében is érkezett megkeresés a városvezetőhöz. A Széchenyi téren álló impozáns neobarokk épület falaiban és tetőszerkezetében a többszörös beázások komoly károkat okoztak. A felújításhoz a lakosok az önkormányzat segítségét kérték. Ezzel kapcsolatosan több egyeztetésre is sor került már a városvezetői és a lakosok képviselői között. Természetesen a legszerencsésebb az volna, hogyha a fürdőberuházáshoz kapcsolódóan maga a homlokzati, illetve a tetőszerkezeti felújítás teljes mértékben megtörténhetne. Ez közel 1 milliárd forintos összeget ölelne föl, természetesen mind a 24 tulajdonosra vonatkozóan. A Magyar Turisztikai Ügynökséggel volt egyeztetésünk annak tekintetében, hogy a fürdőberuházáshoz kapcsolódóan szálloda építésével kapcsolatosan esetleg ennek az épületnek a felújítására milyen módon kerülhet sor. Az ügyben Farkas Éva Erzsébet polgármester január 29-én egyeztet majd újra a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójával, Guller Zoltánnal. Az év első fogadó óráján összesen közel 30 fő vett részt, legközelebb februárban várja majd a városvezető a lakosság kérdéseit, problémáit.